Országszerte több mint 100 programmal várták az erdészetek a fák világa iránt érdeklődett október 2 és 8-a között a hagyományos erdők hetén. A 27. alkalommal megrendezett eseménysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai erdők szerepére és a megőrzésük érdekében végzett emberi munka fontosságára. Az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált és az Agrárminisztérium által támogatott programok megvalósításában jelentős részt vállalnak az állami erdészeti társaságok, melyek kiemelt feladatuknak tartják az erdőgazdálkodást tartatóságának bemutatását és a környezeti nevelési munka segítését. A programok nagy része az erdészeti erdély iskolák módszertanát alkalmazva személyes élményeket kínálva mutatja be az erdők értékeit. Magyarországon 37 minősített erdészeti erdőiskola működik, amelyek évente mintegy 100 000 gyermeket fogadnak foglalkozásaikon. Az Erdők Hete programnak azonban nem csak gyermekeknek, hanem az egész családnak, illetve az érdeklődő felnőtteknek is szólnak, hiszen az erdők ügye az egész társadalom ügye. Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a Bicskei TV-nek a megkeresését, és az Erdők Hete témakör kapcsán szeretnénk kérni pár gondolatot, hogy mit is takar ez az önök szervezésében. Az Erdők Hetét azt az Országos Erdészeti Egyesület kezdeményezésére hoztuk létre annak idején 1997-ben, és most már 27. alkalommal hirdettük meg. Ez igazából egy rendezvény sorozat minden évben az év 40. hetén, és ez általában október első hetére esik. Idén is október 2 és 8 között kerül megrendezésre. Kicsit azért, hogy ebben az időszakban, amikor mondhatom akár így erdészként, hogy ilyenkor a legszebb az erdő napról napra más, vagy akár óráról órára más arcát mutatja, ilyenkor annyi érdekességre lehet felhívni a figyelmet, és rámutatni az erdő sokszínűségére, összetettségére, és ez a mai rohanó világunkban ez különösen fontos, úgyhogy ezért is több mint 100 helyen különböző rendezvényekkel várjuk az erdők iránt, az erdők ügye iránt érdeklődőket. Ugye az nem titok, hogy hát a gyerekek, illetve az iskolások körében nagyon nagy népszerűségnek örvend ez a program, de mégis mik a visszajelzések? A visszajelzések azok mint nekünk az Országos Erdészeti Egyesületnél minden más programunk iránt is talán, hogy egyre több ember ismeri fel azt, hogy az erdő az mindannyiunk életére valamilyen módon hatással van mindenki, és mindenki, és egyre több ember kötődik az erdőkhöz, és ezek a rendezvények, programok, amikor általában próbáljuk megszólítani a társadalom érdeklődő tagjait, azok például nagyon sokszor erdőpedagógiai, környezeti nevelési módszerekkel történő foglalkozások, és ezek például az ön által említett is fiatalabb korosztályban, ezek nagyon tudnak hatni, és tényleg nem csak egy elfoglaltság arra az egy-két órára, hanem valóban edukációs nevelő szerepe is van. És ugye, ami nagyon fontos, hogy önök óriási hangsúlyt fektetnek a klímaváltozásra, illetve a fenntarthatóságra. Illetve a környezetvédelem is ezekhez kapcsolódik, hiszen a környezet-természetvédelem elengedhetetlen ebben a környezetben. Nekünk erdészeknek feladatunk, hogy az erdőket segítsük itt a klímaváltozás elleni küzdelemben. Mi azért így hosszú évszázadokra visszatekintve is ahhoz szoktunk hozzá, hogy az erdész szemlélet az több 10 évben, de akár több 100 évben is gondolkodik előre, és valóban nem könnyű sem az erdészeknek, sem a magyar erdőknek, hogy a klímaváltozás és annak hatásai azok napról napra újabb és újabb kihívások elé állítják ezt az életközösséget, és szeretnénk, hogy ezt minél többen felismerjük, minél többen ismerjük az erdőket, mert aki ismeri az erdőket, az hatékonyabban is tud tenni azok védelmére és gyarapításáért. Na, hát szívből köszönjük, hogy elfogadta a megkeresésünket, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó erdészünnepet kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és a www.erdőkhete.hu rendezvényen, valamint az Országos Erdészeti Egyesület egyéb felületein megtalálnak minden információt. Köszönjük szépen!